Hongkongban, egy olyan városban, amely különösen ismert a kutatói életéről, ahol bőven van szakértői humán erőforrás, ott nem csoda, hogy gyorsan és sikeresen reagáltak a koronavírus járvány kitörésére. A Spotlight legújabb epizódjában olyan emberekkel találkozunk, akik segítettek a pandémia elleni küzdelemben. A hongkongi reptéren például az ott dolgozó embereket és robotokat mozgósították. Mivel erre a reptérre a világ minden szegletéből érkeznek járatok, kulcsfontosságú volt, hogy feltartóztassák a vírust. A reptéri hatóságoktól Steven Yeo igazgatóhelyettessel beszéltünk. Mennyire volt komoly a frontvonalban harcolni? Hatalmas kihívás volt minden értelemben, de felkészültek voltunk. Az emberekben még élénken él a 2003-as SARS emléke. Az akkori pandémia tanulságait levonva intézkedések sorát hozták meg, kezdve a testhő ellenőrzéssel. Mielőtt bárkit is beengedtünk volna a terminára, testhő átvilágításnak vetettük alá. Ha alacsonyabb volt a testhőmérsékletük, mint 37,5 fok, csak akkor jöhettek be. A reptér személyzetét pedig egy speciális hongkongi fejlesztésű fertőtlenítésnek vetették alá, amely testhő ellenőrzéssel indult és 40 másodpercnyi fertőtlenítő permetezéssel folytatódott. És a robotokról még nem is beszéltünk, amelyek ugyancsak hongkongi fejlesztésben a folyósókat és a mellékhelyiségeket tisztították meg a kórokozóktól. Ha visszatérünk a normál kerékvágásba, valószínűleg akkor is megtartjuk a testhőmérését. Ez nagy valószínűséggel állandó intézkedés lesz. Hongkong még a többi ország előtt cselekedett, határellenőrzést vezettek be, teszteltek és karanténba zárták azt, akinél pozitív lett a teszt. Az eredmény 1100 beazonosított fertőzött és kevesebb, mint 10 halálos áldozat, így július közepén egy 7,5 millió lakosú városban. A reptéren alkalmazott új technológiák csak néhány példa arra, hogy hogyan működtek együtt a helyi technológiai és biotechnológiai cégek, mint regionális kutatási és fejlesztési központok a kutatókkal a világjárvány leküzdése érdekében. Ha jól tudom, ápolók tesztelték a 3D nyomtatású arcpajzsokat. Bizony. A felhasználói visszajelzések így azonnal a birtokunkban voltak, így láttuk, hol és mind kell változtatni. A 3D-s módszerrel sajnos olyan mennyiségben nem készíthető pajzs, mint amennyire szükség lett volna. Egy pajzs legyártása ugyanis 90 perc. Mégis több ezer ilyen eszközt juttattak el a város kórházaiba. Saját 3D-s nyomtatóinkat használtuk a saját egyetemünkön. A dizájn egy hét alatt kialakult, és mire tömeges gyártásba kezdtünk, elég volt rá mindössze 2 hét. Szóval durván egy hónap alatt a tervezett mennyiséget előállítottuk, de ez még mindig messze volt a szükséges mennyiségtől. Ebben az értelemben az egyetem tehát készen állt a feladatra. Szóval önök rendkívül gyorsan kapcsoltak, hogy mit kéne tenniük. Itt Hongkongban már átéltük a SARS járványt. Ezen az egyetemen és a város másik egyetemén szép számmal vannak kollégák, akik tudják, hogy egy olyan, ami akkor volt, bármikor újra előfordulhat. Szóval 2003 óta létezik egy alap, amiben cégek adnak pénzt, hogy egy esetleges újabb járványhelyzetben azonnal cselekedni tudjunk. Egy másik gyors reagálású koronavírus ellenes projekt a Tudománypark, amely technológiai cégek százait fogja össze. Az egyik ilyen cég az Immunodiagnostics. Hivatalosan február elején kezdtünk neki a munkának, és 2 hét alatt sikeres tesztet fejlesztettünk ki. Akkor önöknek éjjel-nappal dolgozniuk kellett. Abszolút. Napi 15 órát dolgoztunk abban az időszakban. Az egyik neve Eliza, amely 90 tesztet képes végezni 2,5 óra alatt, ami a népesség tesztelésénél rendkívül hasznos. A másik pedig a POC nevű felület. Ez egyetlen csepp vérből 10 perc alatt megmutatja az eredményt, mindenféle laborberendezés nélkül. Hongkongban tehát a technológiát hívták segítségül, hogy életeket mentsenek, és ezt a tudást a világ számos pontjára exportálták. Ahogyan a reményt is, arra vonatkozóan, hogy a járvány leküzdhető. Ennyi volt már a Spotlight Hongkongból. Köszönjük, hogy velünk tartottak, tegyenek így legközelebb is.